mi vagyok. Nézzétek, milyen szép rózsaszín dobozt kaptam ma. Nézzük is meg, mit rejteget. Azta! Egy boríték is van benne. Vajon mit rejtegethet? Szépen megfordítjuk, és kivesszük belőle a kérdést. Nekem adod a pulcsid? A pulcsimat? Milyen pulcsimat? Tudod, ami szerencsét hoz, az kizárt. De az olyan kicsomisztikus. Azok a lila és rózsaszín csíkok annyira varázslatosak, és biztosan nekem is szerencsét hoznának. Léci! Hát, nem is tudom. Nekem is eléggé nagy szükségem van mostanában az erejére. Na, Léci! Kellene az a segítség az első énekkari próbára. Nem akarok lebögni az első alkalommal. Na jó, de csak az énekkar első hetére. Viszont akkor én hogy fogok megmenekülni? Anya, hétvégi nagy takarítást tervez. Írjatok jó tippeket! Na, most nézzük meg, mit rejtegennek ezek a kis... gömböcskék. Gyerünk! Betúrom magam. Oh, itt van, már látom is. Vajon ez mi lehet? Van itt valami... Ah, ki ment a nagyja a labdának? Aszta, ez egy Big Jigs fa vonatpálya. Ezeket imádom. De jó! 8-as fa vonatpálya viadukttal. Tudjátok, a viadukt az a nagy emelkedő. 3 éves kortól ajánlott. Teljesen biztonságos. Még egy masinista is van, meg házikók is, meg fák, meg még egy tábla is. Na, most fordítsuk is meg. De menő! Itt vannak az elemek. Van itt mindenféle. Van egy mozdony és 2 vagon hozzá. És egy ilyen jó kis 8-as pályát lehet csinálni. Látjátok, hogy milyen boldog a kisfiú? Itt leírja, hogy mi a Big Jigsnek a sztoria. Na, ezt majd később elolvasom. Rendben, most nyissuk is ki. Wow! Itt van, hogy kell felépíteni a pályát. Nagyon menő. És itt vannak az elemek. Aszta! Ez az egész pálya fából készült. Ez mennyire menő már? Imádom a fajátékokat. Ezek itt az íves elemek. Ezek itt az egyenesek. És itt jönnek a leítők. Vagyis a viaduktok. Vagyis csak egy, mivel egy lesz belőle. Aszta, és itt vannak a vonatok. Van piros, és van kék, meg zöld is. A zöld a mozdony, a kék meg a piros vagonok. Ó, és itt mi lehet? Valószínűleg a szereplők, a fák, a táblák, meg a kislányocska, meg a mozdonyvezető. Na ugye, én megmondtam! Itt vannak a kiegészítők. Vegyük is ki őket. Ó, de király! Ezeket úgy szeretem, ezek mindig olyan vidámak. És itt van a 2 fa, a tábla, a házikó, meg a kislány. Ez nagyon menő. Itt van a kislány, biztos iskolás lehet. És itt a masinista. Ő ügyel, hogy felszálljon a kislány a vonatra, és hogy épségbe eljuthasson az iskolába. Ó, itt van egy házikó. Biztos az a megálló. Ú, de menő ez a mozdony. És a 2 vagon is nagyon menő. Rá van festve az irány, látjátok? A kocsik mágnesekkel kapcsolódnak egymáshoz. Látjátok? Összekapcsolódtak, és menetre készen állnak. De még nincsen pályájuk, szóval össze kéne építeni. Kezdjünk is neki. Ezt majd a végére fogjuk hagyni. Csináljunk egy kis helyet. Akkor most... mivel is kezdjünk? Szerintem a kanyarokkal. Ezt itt arrébb tolom, hogy legyen helyünk. Aztán meg elkezdem az építést. Látjátok? Így körbe fogjuk rakni ezeket az íves elemeket. Inni.
így körbe-körbe, mint egy kör. Kicsomizók, végeztünk! Már csak a kiegészítőket kell a helyükre rakni. Itt van egy mozdony, itt egy vagon, és még egy vagon. Itt kész a vonatunk. Még ide egy kicsit elrendezem a dolgokat. Ide jön a házikó és a két fa, ide fog jönni a tábla. Na, inkább ide. Itt van a mozdonyvezető, és itt meg a kislány. Csú-csú! Csú-csú! Azt a demenő! Imádom! Látjátok, hogy megy körbe? Fú, hogy száguld a vonat! És átmegy a viadukt alatt! Tökéletes fája, de még nincs vége! Van itt még személyvonat! Látjátok, milyen jó színes! És van itt édességvonat! Egy elemes mozdonyunk, ez is nagyon menő, s van itt még egy hosszú egyenesünk, egy Y-ellágazásunk, és pár rövid kanyarunk. Na ezt mind építsük be! És tadám! Akkor teszteljük az új vonatunkat. Melyikkel is kezdjem? Ó, ezzel, az elektromos mozdonnyal. De menő, látjátok milyen szép. Akkor ezt ide le is rakjuk. És... azt a látjátok milyen menő? Magától meg! Felmegy a lejtőn, hoppá! És megy körbe tovább! Így körbe-körbe! Megálló! Oké, itt szólt ez a rózsaszín, hogy el kéne szállítani a vagonokat. De ő már végzett, ő megy haza. Csú-csú! Csú-csú! Ezt ide is rakjuk. Oké, most ehhez hozzákapcsolunk két sütis vagont. Itt van. Tökéletes. Akkor indulás! Látjátok, milyen jó. És még hozzá is lehet kapcsolni. Lejtő! És megint megy körbe-körbe. Ezt nem bírnám abba hagyni. Olyan jó nézni. Megjátszani vele is. Hát persze. Úgyhogy menjen még egy kört! Tyú-tyú! Utasok, kérem szépen, készüljenek fel, mert egy lejtő következik. Na így most leállítjuk. Oké, leparkolt a vonat, lekapcsoljuk a vagonokat. Itt jön a süti! Ez mi, ez egy tekercs? És le lehet szedni róla! Fú, hát ez már tényleg nagyon menő. Ezt ide rá is rakom. És... újra fel kell a vonat! Ezzel egy picit guruljunk előrébb. És... ezeket a vagonokat megparkoltassuk vissza. De ahhoz kell bizony egy másik mozdony. És tolatunk! Pip, pip, pip! Beállt az Y-fordulóba. Na akkor most már tényleg mehet ez a vonat. Lejtő! És wuhú! Biztos mindegyik utas nagyon jól érezheti magát. Tü-tü! Megálló! Szuper! De kapcsoljunk rá ebből a szedből is egy vagont. Például ezt a kéket. Szuper! Indulás! Ó, itt már több utas van. Kíváncsi leszek, mikor száll fel a kislány. Azt tetszik ebben a játékban, hogy csomó mindennel bővíthető. Utolsó kör! Tü-tü! Lejtő! Ó, jön a masinista. Azt mutatja, hogy megállás. Meg is állt a vonat. Köszönjük, hogy velünk utaztak. Remélem, jól érezték magukat. A kislány biztos kapott egy jó kis fánkot is. Ide állítjuk a masinista mellé. Csúcs volt ez a szett. Sziasztok! Ha tetszett a videó, lájkoljátok és iratkozzatok fel, és írjátok meg a közösségi fülön, hogy nektek melyik vagon tetszett a legjobban. Pápa!
Kicsomicsoda! Kicsomicsoda? Kommenteljetek Instán a Kicsomicsodába!